Sziasztok! Hoztam nektek a májusi horoszkópos jóslatokat. Mind a 12 csillag egyen végig megyünk, megnézzük, hogy milyen energiák lesznek, milyen fordulópontok májusban. Köszönöm szépen a sok pozitív hozzászólást, a támogatást tőletek. Ha a Youtube csatornámon még nem iratkoztál fel, akkor most megteheted, hogy hamar értesülj az új tartalmakról. Hogyha támogatni szeretnéd a munkámat, a köszönet gombbal megteheted. Kezdjük is a kosokkal. Nézzük meg, hogy milyen fordulópontok lesznek, milyen energiák. Olyan, mintha a családi kötelékekben lennének problémák. Sokatoknál van egyébként a szülők eltávoztak, és ott vannak veled, vigyáznak rád, és üzenetek, üzeneteket küldözgetnek. Így van. Általában fontosabb eseményeknél a szeretteink velünk vannak, úgyhogy vigyázni, és figyelni kell a jelekre. Most egy anyukát, nagymamát látok, aki üzenni akar, valószínű, hogy munkával kapcsolatban, és szerelemmel kapcsolatban. Hogyha esetleg van ilyen nálad, akkor figyelj a jelekre, hiszen ott áll melletted. Úgy látom, hogy mintha megindultak volna az energiák, valamilyen blokkot letettél volna, több dolog, amiben bizonytalan voltál, most megindul, hiszen ha vágyakkal telíted és elindítod, akkor ott van a stabilitás, akár a munkaterületén, hiszen látom, hogy aki munkát keres, több lehetőség lesz és egy biztos munka. Tehát bele kell fektetni az energiát, kereskélni, és ott lesz a megoldás. Tehát munkában, vállalkozásban, de akár tanulásban is egyébként, ami most megindul, és neked stabilitást hoz hosszú távon. Párkapcsolati tekintetben sokatoknál van olyan, hogy a párotok külföldön dolgozik, vagy messze lakik, arra is lesz megoldás, hiszen egy szeretetteljes időszakot látunk, harmóniában, lelkiségben kicsit olyan, mintha megnyílnának az energiák, közelebb kerülnétek egymáshoz, kiegyenlítődnek az energiák, és ott van a szeretet, akár a családban is, ugye, gyermekek között, de sokatoknál van, ugye, hogy távol van a gyermek, külföldön van. Most a találkozásra is megnyílik a lehetőség egyébként. Így van, hogyha esetleg valamilyen döntés, párkapcsolati téren, amin rágottál, akkor azt minél hamarabb meg kell lépni, ha egy olyan kapcsolatban vagy, ami téged nem épít, akkor most vagy megjavítod, vagy lezárod. Tehát a félelmeknek nincs helye, hiszen ott van a stabilitás, az anyagi biztonság hosszú távon, és ott van, hogy üzennek neked felülről. Holt lelkek, angyalok, bárki, úgyhogy vigyázz és figyelj a jelekre. Na nézzük, mi várható még így van. Tehát anyagi tekintetben is ott van a szerencse, emberi kapcsolatokban is, tehát a szeretet, ami most lényeges, az emberi kapcsolatokban is, új munka lehetőség, de akár utazás is egyébként, de külfölddel kapcsolatos dolgok. Akár költözés, akár munka, ami most fókuszban lehet, és szerencsével megvalósul. Hogyha idáig bizonytalannak érezted, akkor tedd bele az energiát, és ott vannak az eredmények. Na nézzük, hogy a pozitív megerősítés kártyán üzenette számodra. Micsoda. Jól érzem magam, jó dolgok történnek velem. Nézzük meg, hogy az intelligens kristályok kártyából milyen kristálya van szükséged, milyen ásvány, ami támogat téged ebben a hónapban. Hematit. Hatása erősíti az akaratot, vitalitást ad, segít bátrabb és céltudatosabb lenni javít életminőségünkön, ellenállóbbá tesz a külső behatásokkal szemben. A fizikai test vérkeringés, vasfelvétel, belek, máj, vese. Gyökér támogatja. Kos, skorpió, bak és vízöntő csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek az energiára. Nézzük, hogy a bikáknak mit hoz ez a hónap, május, milyen energiák, fordulópontok lesznek. Beindulnak a dolgok, úgy látom, ingatlannal kapcsolatos változásokra is hirtelen megoldás lesz egyébként. Tehát, ha valami tolódott, akkor most pozitív energiával akár költözés, házvásárlás, ház házeladás nálad vagy a családban, pont lehet a végén, amit idáig veszteségként éltél meg, most minden ö, pozitív vállakon úgy látom, tehát megoldások, hirtelen dolgok, házzal kapcsolatos ügyek, költözés, ami most támogatva van, a szerelemben csupa pozitív lapokat ö, kaptunk, kiegyensúlyozottság van, valami bepörög, ö, jó az energiarendszered, így van, és a gyermekekkel való kapcsolat is. A kártya üzenette, hogy a kommunikációban, ha lennének kisebb problémák, akkor azt ki lehet védeni, úgyhogy kihátrász ki a problémából. Így van, és meg lehet beszélni. Sokatoknál van egyébként olyan, hogy új munka, új vállalkozás, valamiben belefogtok a kártya azt üzeni, hogy akár a párkapcsolattal kapcsolatban is lehet olyan munka, ami most beindulhat tehát közös pénzkeresési lehetőség, vállalkozás, ezek a dolgok, amik most fókuszban vannak nálad. Na nézzük a pozitív megerősítés üzenetét. Mindent megkaphatok, amit csak akarok, az univerzum szeretete végtelen Nézzük meg az intelligens kristályok kártyából, hogy mire, mire van szükséged, milyen kristály támogat most ebben a hónapban. Melyik az az ásvány? Akhát. Hatása segít egyensúlyban tartani, nyugtató hatással van érzelmeinkre, megvédés tisztítja az aurát, segít elnyelni a negatív energiákat, fizikai test, bőr, szem, gyomor, belek terhesség idején ajánlott használni. A szív, köldök, szakrális és gyökércsakrát támogatja. Az ikrek, rák, bika, skorpió csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek energiájára. Na nézzük, hogy az ikreknek mit hoz ez a hónap májusban, milyen energiák jönnek, milyen fordulópontok. Hónap elején tele vagy energiával, kívülbelül egyensúlyban vagy. Kártya üzenet, hogy ne enged magad kibillenteni, hiszen ha párkapcsolatban adódnak problémák, elhatárolódások, kisebb veszekedések, nem érdemes belemenni, hiszen ott van az új energia, hogyha esetleg párkapcsolatot szeretnél, sokat csalódtál, vagy valami megakadt, ott van egy hozzáadillő kezdeményező kreatív, művészi hajlamú pár, akivel a szerelem szempontjából valami elindulhat csodálatos lapok párkapcsolat terén, az egyen, tehát kiegyenlítődnek az energiák, és gyermekkel kapcsolatban is döntések lehetnek. Sokatoknál van ugye úgy, hogy messze van a gyermek, másik városban lakik, külföldön lakik, döntések lesznek ezzel kapcsolatban a családban. Tehát párkapcsolat, családterületén csodálatos energiák, új ismerettségek, párkapcsolat megújulása, az is lehet, hogy a gyermekeiddel találkozol, kiegyenlítettek az energiák. Betegség szempontjából kisebb megfázás, vagy esetleg bármi, ami közbejöhet, de az is hamar elmúlik, úgyhogy az egészségre is ügyelni kell, nálad vagy a családban. így van kommunikáció szempontjából bármi adódik, akár munkahelyen, ahol ugyan negatív embereket látok, esetleg hölgyeket, nem kell belemenni, nem kell megélni, sokan féltékenyek lehetnek rád, egyébként ezt az energiát magad mögött kell hagyni. Úgy nézzük, hogy mit mutat a pozitív megerősítés kártyám erre a hónapra. Nem törődöm azzal, mit gondolnak rólam mások. Így van, csodálatos harmónia, ki kell kerülni. Ez nem a te problémád, ha mondasz, üvéké. Na, kérdezzük meg az Intelligens Kristályok kártyát, hogy milyen ásványra van szükséged ebben a hónapban. Mi az, ami erősít téged? Ki kettő egyébként? Három. <laughs> Na nézzük. Akvamarin hatása segít az előrelátásban, fejleszti a kitartást, bátorságot ad, nyugtató és enyhítő hatású, fókuszálja az elmét, test, légutak, szem, mirigy, immunrendszer, a torok támogatja. Bika, halak, vízöntő, mérleg, ikrek, rák, szűz és skorpió csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek energiájára. Na, nézzük, hogy a rákoknak mit hoz ez a hónap, milyen energiák, fordulópontok lesznek májusban. Úgy látom, hogy a családi kapcsolatokban valami rendeződik, ha anyukával, apukával volt valami probléma, vagy kisebb veszekedés, ott a harmónia, ott a stabilitás, az is lehet egyébként, hogy ingatlannal kapcsolatos ügyek valósulnak meg számodra a legmegfelelőbb módon, hiszen papírokat is látunk nálad, vagy a családban, költözés, ingatlan vásárlás, amidáig bizonytalan volt, vagy félelmekkel telített, az most szépen kitisztul, hiszen ott van a lehető legjobb döntés. Gyermekekkel kapcsolatban látok még esetleg összejövetel, találkozás, illetve a távolabb vannak a gyermekek, ez a távolság megszűnik, lehet, hogy többet fogtok kommunikálni, így van. Sokatoknál lehet munkahelyváltás egyébként, amit szeretnétek, külföld, másik város, költözés, tehát nagyobb távlatokat mutatnak a kártyák, olyan, mintha hónap közepén olyan lehetőség jönne hozzád, ami radikális változáshoz anyagi tekintetben, hiszen munkával kapcsolatban több pénzt látunk, és hirtelen döntéseket. Így van, tehát valami nagyon jó lehetőség jön hozzád munkaterületén, el kell gondolkodni rajta, ha nehéznek tűnik, akkor is vágyait szerint nagyon jó ö, energiák lesznek a munkában. Tehát anyagi gyarapodás, meg kell fontolni, ha jön egy jó ajánlat számodra. Ön sokatoknál van egyébként tengeren túli utazás, ö, kiruccanás, szerencsével, nem vár dolgok, de ha eltervezted, azt is meg tudod valósítani, hiszen ott van, hogy elindultok, maximálisan támogatva van, a, lehet, hogy nem tudjátok még, hogy hova, de valami jó lehetőség lesz, úgyhogy itt az ideje a pihenésnek, Magad mögött hagyni egy kicsit a stressz helyzetet, már ha volt ilyen. Nézzük, hogy a pozitív megerősítés kártyán mit mutat, mi az üzenet. Kettő is kiesett. Kreatívan és könnyen én oldok meg minden feladatot. Amit gondolok, mondok és teszek, összhangban van egymással. Kérdezzük meg az intelligens kristályok kártyát. Milyen kristályra van szükséged ebben a hónapban, mi az, ami támogat téged? Borostyán. Hatása szellemi tisztaságért, lelki egyensúlyért és magabiztosságért felel. Segít a gondtalanságban. Fizikai test, gyermekkori fogzás, légút, emésztőrendszer köldökcsakrát támogatja. Nyilas, vízöntő, bak, skorpió, szűz, oroszlán és ikrek csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek energiájára. Így van a színéből adódó nagy -e, narancssárga, úgyhogy a naponat csak rához kapcsolódik. Lehet ilyen ruhákat hordani, ilyen ékszereket, karkötőket. nézzük meg, hogy az oroszlánoknak mit hoz a május, milyen energiák jönnek, milyen változások lesznek. Anyag és munka területén új energiák lesznek, és hirtelen döntések, hogyha munkát keresel, vagy a munkahelyeden valami átszervezés, változás van, mert új energiákat látunk, akkor nem kell megijedni, mert mindenki fog tisztulni vágyait szerint, tehát amit elgondoltál, az úgy lesz. Úgyhogy feleslegesen nem kell bosszúskodni, mert az akadályok el fognak hárulni, és munkában, akár nálad gyermekeknél a családban, ott lesz a szeretet, ott van a szerződés, új munka, papíros dolog. Így van. Párkapcsolatban nem látok egyébként problémát. A gyermekeknél is ott van a szeretet, nyitott szívcsakrával, nincs blokk, úgy látom, így van. Az is lehet, hogy most valahogy szeretetteljesebb hangulatot tudsz teremteni magad körül. Tehát olyan kis szép harmonikus energiák, nyitott szívcsakra találkozások a családtagokkal egyébként, ha külföldön van a gyermek, vagy külföldön dolgozik, akkor is lesz lehetőség a harmonikus kommunikációra. Jó energiák vannak, így van. Külfölddel kapcsolatos dolgok is lehetségesek egyébként, hiszen papíros szerződés, külföldel munkával kapcsolatban költözés bármi, ami adódhat. Na nézzük, hogy a pozitív megerősítés kártyán mit üzen. Senki felett nem ítélkezem, magam felett sem. Nézzük meg, hogy az intelligens kristályok kártyából mi az, amit támogat téged májusra, melyik az az ásvány, amire szükséged lehet. Tigriszem. Hatása, növeli a koncentrációs képességet, nehéz döntésekben segít. Bátorságot ad, segít a stresszen. Élesíti az érzékeket és harmóniát biztosít. Fizikai test csont, idegrendszer, légút. A köldök támogatja. Nyilas, szűz, oroszlán, ikrek és skorpió csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek az energiájára. Na nézzük meg, hogy a szüzeknek mit hoz ez a hónap, májusban milyen energiák lesznek, milyen változások, gyermekekkel, családdal kapcsolatban, munkával kapcsolatban nagyon jó lapok jöttek ki, olyan, mintha hónap közepére lenne megoldás. Látom, hogy sokan kerestek munkát egyébként, nem találtok megfelelőt, de ott van egy fordulópont, tehát anyagi tekintetben, amire számítasz, az meg lesz, akár nálad a családban, gyermekeknél, sokkal határozottabb vagy harmonikus kommunikációt látok egyébként, munkával kapcsolatban beleteszed az energiádat, most a külföld nagyon ott van egyébként, vagy terjeszkedés a munkában, az is lehet, hogy vállalkozással, tanulással kapcsolatban lesz valami pozitív fordulópont és hirtelen döntések. Nem kell megijedni, hiszen a kezdeti nehézségek, amit nem látunk, vagy ami homályos, szépen ki fog tisztulni, és ott van a szerencse. Egyébként a spirituális fejlődés is ott van, hiszen tanulás szempontjából ugye a lelki dolgok most fókuszban vannak, ami neked hasznodra válhat, és más embereken is tudnál segíteni, hiszen sok embert látok majd ezzel kapcsolatban körülötted, hogyha még nem döntötted el, akkor épp ideje, hiszen a stabilitásod, amire vágysz, még ha most kétséges is, az meg lesz neked. Gyermekekkel kapcsolatban is lehet döntés, vagy munkahely változás. Nézzük meg a pozitív megerősítés kártyán üzenetét számodra. néha a legbátrabb dolog, amit tehetek, hogy nem mondok. No, nézzük az intelligens kristályok kártyából, melyik az az ásvány, ami téged támogat, mire van szükséged ebben a hónapban. Borostyán, érdekes, hogy ezt már kihúztuk. Hatása, szellemi tisztaságért, lelki egyensúlyért és magabiztosságért felel segíti a gondtalanságot. Fizikai test, gyermekkori fogzás, légút, emésztőrendszer, köldögcsakrát támogatja. Nyilas, vízöntő, bak, skorpió, szűz, oroszlán és ikrek csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek energiájára. Na nézzük, hogy a mérlegeknek Mutat a kártya májusra, milyen energiák jönnek, milyen fordulópontok. Szerelemben kiegyensúlyozottság, csupa pozitív dolgok. A kártya azt hiszem, hogy ne enged magad kibillenteni, hiszen lehetnek olyan emberek körülötted, akik bosszúságot okoznak. Akár egy kis párkapcsolati vita, vagy munkahelyi összeütközés de a kreativitásoddal mindent meg tudsz oldani, tele vagy energiával, hogyha elindítasz valamit, ami párkapcsolattal kapcsolatos, mert döntések is lesznek ebben a hónapban, akkor ragaszkodj ahhoz, amit szeretnél, amit kiterveltél magadnak, hiszen a szerelemben, hogyha beszeretnél vonzani egy társat, aki számodra tökéletes, akkor ne add láb, mert ott lesz a megoldás, ragaszkodj ahhoz, ami neked jó, mert ott van szerencsével hosszú távon egy most induló párkapcsolat, persze, hogyha most keresel párkapcsolatot, Szerelemben csupa pozitív dolgok, több választási lehetőség, kezdeményezőkészség szerencse, az is lehet, hogyha párkapcsolatban vagy, akkor most megújíthatod a párkapcsolatodat, Úgyhogy ez támogatva van, csupa pozitív energiával, begyorsulnak a dolgok. Sokatoknál van volt lélek, anyuka, apuka, bárki, aki akár a gyermekednél is lehet, vagy veled is, aki félt titeket, és üzen nektek. Így van, úgyhogy figyeljetek a jelekre, hiszen ott van fentről az üzenet. Sokatoknál egyébként az az üzenet, hogyha költözéssel kapcsolatban valami megakadt költözés, házvásárlás, helyváltoztatás, utazás, bármi, akkor nem kell csüggedni, mert ott vannak a papírok, ott van a határozottság, tehát a költözés maximálisan támogatva van, házeladás, házvétel, nálad vagy a családban több lehetőség. Munkával kapcsolatban is pozitív dolgok, ha munkát keresel, de ilyen magas pozíció, vezető, beosztás vagy bármi, ami számodra gyümölcsöző lehet a jövőben. Na nézzük meg, hogy a pozitív megerősítés kártyámnak az üzenete mi lesz. Gondolataimmal, céljaimat erősítem. Nézzük meg az intelligens kristályok kártya üzenetét. Ebben a hónapban mire van szükséged, milyen energiára, milyen ásványra, ami segít neked. Citrin. Hatása. Használhatjuk depresszió felszámolására, hangulat ingadozásra, életörömöt, önbizalmat, bátorságot ad, bőséget hozhat. Fizikai test, vese, idegek, gyomor, belek, hasnyálmirigy, köldögcsakrát támogatja. Skorpió, bika, bak, ikrek, oroszlán és szűz csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek energiájára. Ilyen ruhákat, ásmányokat hordhatsz ebben a hónapban. Ez támogat téged a sárga szín, a nap. Na nézzük meg, hogy a skorpióknak májusban mit mutat a cigánykártyán, milyen változások lesznek, milyen energiák jönnek. az is lehet, hogy a gyermekeknél, családban euh, régóta kerestek munkát, vagy valami jogi ügy, ami tolódott. Most szépen beindulnak a dolgok, és kitisztulnak a dolgok. Tehát munka tekintetében, esetleg, ha nem érzed jól magad, látok hamis embereket, nehéz energiákat, zárd ki ezeket az embereket, ezeket a helyzeteket, hagyd magad mögött, nevedd a szívedre, hiszen ez az ő problémájuk, nem a tiét. Ha piszkálódnak, akkor szeretettel válaszolj, sokan nem bírják ezt az energiát, az biztos. Ezért viselkednek ki. Tehát szépen a szereteteddel, a kezdeményező képességeddel, a pozitivitásoddal ki tudod ezeket az energiákat iktatni, nem kell a rossz indulatú emberekkel foglalkozni. Vadonatúj energiák, családi kapcsolatok gyógyulása anyukával, kreatív dolgok, amit meg tudsz valósítani. Sokatoknál van ugye olyan, hogy valaki berobban az életedbe, szerelem kapcsán új energiák, vagy a szerelem megújulása, vagy ha távol van tőled, akkor valami megoldás születik, ami már rég meg kellett volna születni, és az akadályoknak elhárulni, tehát döntések lehetnek, de csuba pozitív energiák így van, tehát ott a szerencse, ami volt esetleg probléma, akár jogi ügyben is, munkával kapcsolatban, mindenre lesz megoldás, hiszen ott van a papír, ha munkát keresel, egy számodra pozitív munka, pozitív emberekkel, így van, és így magadban a higgy a spiritualitásodban, sokan vagytok úgy, hogy valamit beszeretnétek vonzani, most anyagi, lelki dolgokat látok, indítsd el, hiszen ott van. Küld fel az univerzumba azt az üzenetet, fogalmaz meg, mondd ki hangosan, és ott van az eredmény. Hiszen lelki kincseket látok a dolgok megvalósulását hirtelen. Nézzük meg, hogy mit mutat a pozitív megerősítés kártyám neked. Mi az üzenet? Jó ember vagyok, és minden nap egyre jobb leszek. Nézzük meg az intelligens kristályok kártyából, hogy milyen energiára van szükséged, mi az az ásvány, ami támogat téged ebben a hónapban. Karneol. Hatása, bátorságot, erőt és jó kedvet ad. Nyitottságot és magabiztosságot közvetít. Fizikai test, vérellátás, anyagcsere, vese, belek. Szakrális csakrát támogatja. Kos, oroszlán, bika, szűz, vízöntő és ikrak, ikrek csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek energiájára. No, nézzük, hogy a nyilasoknak mit hoz ez a hónap, milyen energiák jönnek, milyen változások lesznek. Anyagi tekintetben látom, hogy sok kiadás volt, esetleg félelmek voltak. De úgy látom, hogy meg lesz a megfelelő munka, amennyiben munkát keresel, mert begyorsulnak az események. Tehát munka szempontjából nyugodtan mondd el másoknak, küld az önéletrajzodat, mert ott van a jó energia, és hamarosan ott a megvalósulás. Külföldi munkát látok egyébként. Tehát ha külföldre szeretnél menni, akkor maximálisan ott vannak a lehetőségek, nagyon jó lehetőségek, amik emberek ajánlanak neked. Tehát, ha úgy érzed, hogy gátolva voltál, most pénz tekintetében ott van a gyarapodás, munka, külföldi munka, külföldi költözés is. Így van. Sokatoknál van egyébként olyan, hogy a családban e, nyaralás, külföldre mentek, csodálatos energiák, ott van a pihenés, nagyon jó harmóniák, tehát külföldi utazás, nyaralás támogatva van, családdal, gyermekekkel maximálisan, tehát pénzben is lesz változás. E, van olyan dolog egyébként, amit nem látsz még tisztán, emberekhez kapcsolatos, tehát hirtelen megondások, döntések lesznek, nem kell veszteségként megélni, mert lehet, hogy olyan emberek fognak az életedből kimenni, akik a veszteséget okoztak neked, húzták az energiádat, tehát törvényszerű, hogy változás legyen, hogyha esetleg van olyan barátnő, barát, bárki, akivel hirtelen megszakad a kapcsolat, az nem véletlen, hiszen a stabilitást meghozza neked. Tehát az az energia valószínűleg nem kell neked. Spirituálisan fejlődtél, lehet nem bírják az energiádat. Törvényszerű, hogy új dolgok, új emberek, helyzetek jöjjenek, hiszen egyensúlyban vagy. Nézzük meg, hogy mit ezen a kártyám a pozitív megerősítés. A jövő megtervezése rajtam múlik, bízok magamban. Na nézzük az intelligens kristályok kártya, mit hiszen. Mi az az energia, mi az az ásvány, ami téged segít ebben a hónapban. Karneol. Érdekes, hogy ez is kijött már ez a kártya. Hatása, bátorságot, erőt is jó kedvet ad. Nyitottságot és magabiztosságot közvetít. Fizikai test, vérellátás, anyagcsere, vese, belek. Szakrális csakrát támogatja, Kos, oroszlán, bika, szűz, vízöntő és ikrek csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek energiájára. Sokatoknál egyébként a gyökér csakra, a naponat csakra, ami fókuszban van. Nézzük meg, hogy a bakoknak mit hoz a május, milyen energiák jönnek, milyen fordulatok lesznek. házzal kapcsolatos ügyek, adásvétel, szerződések, albérlet, több választási lehetőség, ami még homályban volt, most megindulhat, hiszen lesz segítség, úgy látom, akár a családban több variáció is maximálisan valami megindul. Sokatoknál van üzlethelység, több igatlan egyébként, ami, mert több igatlant is látok ezzel kapcsolatban, szerződéseket. Így van. Vannak olyan törvényszerű dolgok, amik meg fognak történni amiket nem látsz tisztán, úgyhogy vigyázni kell az egészségre. Sokatoknál lehet műtét egyébként, vagy ha régen vártok műtétre, maximális sikerek, a család támogatása ott van, tehát nem kell megijedni, műtét, orvosi papírok ö, támogatva van, tehát ott vannak az értékek, így van. Párkapcsolatban nem látok problémát, hiszen ha párkapcsolatod van, ott vannak az értékek, a lelki dolgok, az is lehet, hogy döntések lesznek, majd ezzel kapcsolatban akár összeköltözés ingatlannal kapcsolat, ügyek nálad vagy a családban. Így van, és munkával kapcsolatban is lehetnek jó lehetőségek, és olyan dolgok, amik bejönnek az életedbe, amire régen vártál egyébként. Tehát most hónap végére pörgés lesz, az akadályok elhárulnak, és ott van a megvalósulás ingatlan munka pénz területén is, ami hosszú távú egyébként lehet olyan is, hogy párkapcsolatban közös pénzkeresési lehetőség, akár külföldön, vagy nagyobb terjeszkedés, úgyhogy ragaszkodj ahhoz, amit kiterveltél, és el is tudod indítani vadonatúj energiával, támogatva van. De hallgassa meg érzéseidre, hiszen ott vannak a spirituális lapok. Használd nyugodtan a vonzástörvényét, kérj segítséget fentről. hiszen szóval ott vannak veled. Figyeld a jeleket. Nézzük meg, hogy a pozitív megerősítés kártyám. Mit mutat erre a hónapra? Bocsánatot kérek mindenért magamtól és másoktól is. Nézzük az intelligens kristályok kártya üzenetét. Ebben a hónapban melyik az az ásvány, amire szükséged van, arra az energiára, ami segít neked. Tigris Hatása növeli a koncentrációs képességet, nehéz döntésekben segít. Bátorságot ad, segít a stresszen, élesíti az érzékeket és harmóniát biztosít. Fizikai test, csont, idegrendszer, légút. A köldök csakrát támogatja. Nyilas, szűz, oroszlán, ikrek és skorpió csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek energiájára. Na nézzük meg, hogy a vízöntőknek mit hoz május, ebben a hónapban milyen energiák, változások lesznek. Tele vagy vágyakkal, reményekkel, a kártya azt üzen, hogy ne add fel, bármit is terveztél, lesz segítség. Tehát fektes bele energiát, hiszen radikális változások, sorsfordulók lesznek most nem kell negatívan gondolkodni, hiszen ami most gátolva volt, megindul. Sokatoknál van ugye párkapcsolat, vagy valami olyan döntés, ami ingatlannal kapcsolatos, abérletet is látok, tehát erre is lesz megoldás, ha költözni szeretnél. Így van, új, szép házat, illetve ingatlant látok, úgyhogy nagyon bepörögnek a dolgok, lesz segítség is, ha úgy érzed, hogy nincs meg a pénz, vagy emi a stresszelsz, ott lesz a lehetőség, tehát valahogy kisimulnak a dolgok, begyorsulnak a dolgok, lakásfelújítás, költözés, ingatlannak kapcsolatos dolgok nálad vagy a családban. Tehát lesz megoldás. Egészségre fokozatosan kell figyelni, hogy a lelked egyensúlyban legyen. Sokatoknál volt műtét egyébként, vagy orvosi papírok, kórházi kezelés. Meg lesz az eredménye, ha szép lassú a gyógyulás, akkor is ott vannak az eredmények, ott van az egészség, tehát nem kell kétségbe esni, tegyél magadért, és akár bármilyen alternatív gyógymódot is, energiatisztítás, bármi, ami úgy érzel, hogy neked segít, még ha most nem is látod, de akkor is az egyensúlyod egészséged megteremtéséhez ez hozzájárulhat. Így van tehát család munka tekintetében kisimulnak a dolgok, ha volt bizonytalanság, több munkaajánlat családban is, ami meg fog valósulni, és hosszú távon szerencsével jár. Na nézzük meg, hogy a pozitív megerősítés kártyán mit mutat, mi az üzenet májusra. A jó lehetőségek épp időben érkeznek hozzám. Nézzük meg, hogy az intelligens kristályok kártyának mi az üzenete, mi az az energia, ami téged támogat, melyik az az ásvány, amire szükséged van májusban. Borostyán. Érdekes, hogy többször, többször kihúztam. Hatása szellemi tisztaságért, lelki egyensúlyért és magabiztosságért felel. Segít a gondtalanságban. Fizikai test, gyermekkori fogzás, légút, emésztőrendszer, köldögcsakrát támogatja, nyilas, vízöntő, bak, skorpió, szűz, oroszlán és ikrek csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek energiájára. Nézzük, hogy a halaknak mit hoz ez a május Ebben a hónapban milyen energiák, fordulatok lesznek, milyen változások. Úgy látom, hogy családi tekintetben ott van a szerencse, az is lehet, hogy gyermekszületés, fogantatás, tehát ö, úgy látom, hogy aki gyermeket szeretne, maximálisan támogatva van, viszont a gondolatokat ki kell tisztítani és nem szabad bosszusságként, veszteségként megélni a dolgokat, hiszen ott van a megoldás, a leszületendő gyermek, tehát valami beindul, ami szerencsével jár, sok olyan dolog lesz egyébként hónap végére, ami fordulatot hoz neked, amit még nem látsz előre. Tehát karmikusan a terheket letetted, ez lehet már akár párkapcsolat, vagy bármi munkával kapcsolatos dolog, ami emberekhez kötődik, tehát új energiák, emberek, munka szempontjából, tehát valami változás, ami sokkal jobb. És ragaszkodj ahhoz, amit szeretnél, mert meg fog valósulni új energiákkal, ott egy szép új ház, költözés, lakással kapcsolatos ügyek nyálad vagy a családban, és bizony a külföldi költözés lehetőség és a külföldi munka is ott van. Tehát döntések lesznek hónap végére, karmikus terhek letétele, és maximális egyensúly a kis lelkedben, hiszen ha nehéz volt valami, és nem úgy alakult párkapcsolat munka, külföldel kapcsolatos dolog, most mindenre lesz megoldás, hiszen ott vannak az értékek a családban, ott van a munkában a pénz, amit megérdemelsz, csupa pozitív dolgok hónap végére, minden támogatva lesz. Na nézzük, hogy a pozitív megerősítés kártyán mit üzen. Látom, ahogy valóra válik az álmom. Nézzük meg, mi az intelligens kristályok kártya üzenete, mi az az energia, mi az az ásvány, amit támogat téged ebben a hónapban. Mire van szükséged? Citrin. Hatása. Használhatjuk depresszió felszámolására, hangulaténgadozásra. Életörömöt, önbizalmat, bátorságot ad. Bőséget hozhat. Fizikai test, vese, idegek, gyomor, belek, hasnyálmirigy, köldök támogatja. Skorpió, bika, bak, ikrek, oroszlán és szűz csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek energiájára. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Csodálatos május kívánok nektek úgy, ahogy elterveztétek.